1 milliárdos közbeszerzést nyert Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak, az Elios nevű cége Zalaegerszegen. Nyilvános és ünnepélyes volt az aláírás, büszkék rá, mint ahogy a többi projektre is. Csak tavaly 13 önkormányzat közbeszerzését nyerték meg, több milliárd forint értékben. Más nem is igen nyerhetett, hiszen nem is indult. Benyúlít a összeállítása. Készfogás, aláírás. A ceremónia annak szól, hogy Zalaegerszeg több mint 1 milliárdért korszerűsíti a közvilágítását. A cég pedig, amelyik elnyerte a közbeszerzést, az Elios. Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozik az a cég, amelyik sokadik közvilágítási pályázatát nyerte ma el. És sokat szóra úgy, hogy a megrendelő városnak nincs rá pénze, hitelt vesz fel. Orbán Ráhel és férje a Szeúzó kincsek átadásán, az egyik ritka nyilvános esemény, amelyen ő is megjelent. Ezt a felvételt pedig a 444 készítette a választások éjszakáján Tiborcról és Orbán Ráhelről, ahogy a győzelmet mentek ünnepelni. És akadt még bőven ünnepelni valója Tiborcnak az elmúlt években. Az Elios, illetve korábbi nevén EOS 2009-ben még alig több mint 8 millió forint árbevételt tudott felmutatni, majd robbanásszerűen gyarapodott, 2010-ben már 686 millió, míg 2011-ben már több mint 3 milliárd a cég forgalma, vagyis 360-szorosa a 2 évvel ezelőttinek. Ráadásul ezek majdnem mind uniós támogatással megvalósuló projektek. Mutatjuk csak a tavalyi számokat. 13 város közvilágítás fejlesztési KEOP pályázatát nyerte el a cég, csak ezen több mint 2 milliárd forintot kaszáltak. De napenergiában is nagyon hatékony Tiborcz cége. Az egyik legnagyobb és legvitatottabb ilyen beruházás a Szegedi Egyetem naperőműves fejlesztése. Eredetileg 9 cég indult a pályázaton. Tiborcz cége első nekifutásra az utolsó helyen végzett, de azután mindenki mást kizártak a pályázatból, és végül mégiscsak ők kapták a 620 millió forintos beruházást. Ezek alapján már érthető, hogy Orbán Ráhel milyen saját erőről beszélt, amikor kiderült, hogy svájci egyetemi tanulmányai évi 15 millió forintba kerülnek, azt írta, férjemmel önálló családunk van, saját lábunkon állunk, saját erőnkből boldogulunk, saját életünket éljük. A keszthelyi kikötőben áll egy vitorlás. A saját erőből pedig új beruházásokra is futja. Egy másik cégen keresztül a keszthelyi kikötőhöz jutott hozzá Tiborcz István, sajtóhírek szerint erősen nyomott áron. Így nyáron akár már a Balatonból egy hajóról csodálhatja Keszthely új közvilágítását, amelynek korszerűsítését szintén ők nyerték meg. Benyó Rita, 7.24. Ha úgy írnak ki egy közbeszerzési pályázatot, hogy arra csak egy jelentkező érkezik, ott általában legalábbis szakmai hibát követtek el. Ezt mondja a Hajdani Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt elnök helyettese. Márpedig ez történt nem egyszer, és nem is kétszer. Péter Fiúdit riportja. Tavaly márciusban megjósolta, júniusban bejött a jóslat. A korábban még fideszesként a trafik mutyit is leleplező Hatházi Ákos hajlandó lett volna egy nagyobb összegben fogadni arra, hogy a Tiborcz Istvánhoz köthető Elios ZRT nyeri a szekszárdi közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázatot. Hatházi márciusban ezt írta a Facebookon, a kampányban ígérgetni szoktak, de én inkább jósolok egyet. Bárkivel komoly összegben vagyok hajlandó fogadni arra, hogy a nyertes az Elios ZRT lesz. Az eredményt júniusban közzétették, a 750 milliós közvilágítási projektet, amelyet 85%-ban az Unió finanszíroz, egyedüli ajánlattevőként az Elios nyerte. Hogyha úgy írnak ki egy közbeszerzési pályázatot, hogy arra csak egy jelentkező érkezik, ott általában legalábbis szakmai hibát követtek el. Ha nincs verseny, az adófizetőknek biztos, hogy nem áll az érdekében ennek a pályázatnak a lefolytatása, mert ez az egy induló nyilván magasabb árat tud kérni. Az LMP feljelentést tett ismeretlen tettes ellen 4 olyan közbeszerzési pályázat ügyében, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök veje tulajdonában álló cég nyert. Magyarországon az összes állami beruházás
körülbelül 90%-át az Európai Unió forrásai teszik ki. Nem véletlenül az Unió ideges, a közbeszerzési eljárások körüli szabálytalanságok az uniós források felhasználása során is a leggyakoribb. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábbi elnök helyettese szerint az adott program irányító hatósága és az Európai Bizottság is vizsgálhatja, megfelelte a kritériumoknak a pályázati kiírás. Az első leggyakoribb kérdés az szokott lenni, hogy a közbeszerzési felhívást megfelelő körben nyilvánossá tették-e, lehetővé tették-e az összes érdekelt cégnek, hogy induljon. Amennyiben nyilvános volt a pályázat, a második kérdés az, hogy a pályázati feltételek megengedhetetlen módon kedveztek-e valamelyik résztvevőnek. Összességében volt-e valódi verseny? A keszthelyi közvilágítás projektnél ugyanaz történt, mint Szekszárdon, vagyis itt is egy pályázó volt. A módszer tehát már bevált, és nincs kontroll, mint régebben, amikor politikus családtagja az összeférhetetlenségi szabályok miatt nem kaphatott közületi megbízást. 2010 előtt vezető politikusok, illetve az intézményrendszerben dolgozó szakértők személyére, illetve közvetlen családjára teljes tilalom volt érvényben, ők semmilyen forrás nem kaphattak. Közbeszerzést? Közbeszerzésnél és uniós pályázatoknál sem. Nem kaphattak. Most ez hogyan néz ki? Ezeket a szabályokat a 2010 után nagy mértékben lazították. Ki lazította és miért? Ezt az új kormány tette meg, a motivációról nyilván lehet találgatni. Keszthelyen a 404 milliós beruházással évente 19 millió forintot lehet megspórolni az önkormányzat szerint, vagyis ez a beruházás durván 20 év alatt térül meg. De csak elméletileg, mert ez alatt nyilván kiírnak még néhány pályázatot a város kivilágításának korszerűsítésére. Péterfi Judit, 724.